Jó szórakozást kíván a Road Movie. Figyelem, telik az idő, de nem késő még tám. Pár nap a vártál, jobban keresem a régi tereket, a pultos integet ül és vár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok. Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér. Meleg az otthontól fűtött tél, csak az kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél. Minden az autók állnak, a jégtől fagy az oszlopra száll. Szép ide, szép oda, Miklóson nem játik, a medve nem táncol, csak ül és bár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok. Elkészült a Road Movie negyedik darabja, ugye Ruzsa Magdi már elkészítette, a Margaret Island is, és Bérces Robi is, és most pedig a Bagosi Brothersen volt a sor. Szervusztok! Azt kell mondjam, hogy egy hihetetlen Road Movie-t hoztatok össze, mert hogy a klip ennél Road Movie-osabb, azt gondolom nem is lehetne. Köszönjük szépen! Egyrészt nagyon-nagyon tetszett a kezdeményezés, és hogy mindenki a szülővároskájáról írjon egy-egy dalt, és mi azt próbáltuk megmutatni a klipben, ez már Árpa Attila ötlete volt igazából, hogy egy nagyvárosi hangulatból, vagy egy ilyen leharcolt férfi, miközben gyalogol haza fele a hegyek közé, ahonnan származik, ott közben megfiatalodik lelkileg is, és körülbelül a dal is erről szól.
Ez igaz rátok is? Tehát, hogy egy fárasztó menet turné után ti is kicsit megfiatalodtok, amikor hazaértek? Van benne abszolút a nagyvárosi pezsgés, után mindig visszatérni egy kicsit a szülőhazánkba, a városkánkba, azért egy drasztikus dolog a jó értelemben, tehát el tudunk csendesedni, és maga talán a dal is inkább az útról szól visszafele, mint sem feltétlenül a megérkezésről, de van egy rész is benne, amikor úgy abszolút bele lehet képzelni, hogy a bucsintetőn úgy kanyarodunk be, és úgy pont már rá lehet látni Gyergyóra, és van egy ilyen nagyon jó hangulat. A természet közeliség, ez a lényege. Amikor a dalhoz hozzáláttatok, akkor mi volt az elképzelés egyetlen, amikor megérkezett a felkérés, tehát hogy nyúltok hozzá? Igazából, mikor megkerestek, fogalmam nem volt, hogy mi lesz majd ebből. Mondtam, hogy megpróbáljuk, lássuk, milyen lesz, hogyha nem jön össze, akkor inkább engedjük el. De hál' Istennek nagyon hamar összejött, és tényleg egy olyan dal jött össze, ami teljes mértékben a magunkénak mondható, tehát nem egy rendelt dal, nem azt érezzük benne, hanem egy teljesen saját lelkivilágunkat kifele mutató, jól sikerült dalról beszélgetünk. És azt mondtad, hogy ez a dalhoz viszont Árpa Attilát kértétek meg, hogy rendezze meg a klippet. Volt egy nagyon erős koncepciótok, amit szerettetek volna, vagy ebből a szempontból szabad kezet kapott Attila, és azt mondtátok, hogy tessék, hallgass meg a dalt, és mondd el, hogy mit szeretnél hozzá. Teljesen szabad kezet hagyott, igazából még nem is dolgoztunk semmilyen kliprendezővel, filmrendezővel úgy, hogy nekünk ne legyen koncepciók vagy elképzelésünk, és ebben az esetben ki is akartuk ezt próbálni, hogy hallgassuk meg a dalt, és lássuk, hogy mit mond neki, és nagyon tetszett az elképzelés, vagy forgatókönyv, amit ő írt a dalhoz. Ugye ez tényleg egy road movie, ez egy hazatalálás, ti alapvetően alig látszódtak a klipben, ugye egy pillanatnyi jelenet van, ahol mint stoppost fölveszitek a hazatartó urat. Akkor ezek szerint egy picit örültetek neki, hogy ember most nem kell ilyen igazán tevékenyen részt venni, tehát hogy mondjuk egy 6 napos forgatásotok van? Na, mi szeretjük azokat a klippeket, amikor nem feltétlenül a zenekarok vannak benne, és ez esetben meg ez kivitelezhető volt, és adott egy színész Tóth Sanyi személyében, aki szerintem remekül játszott, és mindig, ha nézi majd az ember, aki nézi a klipet, hogy milyen arcot vág, meg a szeme, szerintem nagyon sokat tud mesélni. Mi szeretjük az ilyen dolgokat, amikor... Meg hát teljesen másképp lehet megfogalmazni képi világában a mondani valót, úgyhogy ha nem feltétlen mi vagyunk benne, úgyhogy abszolút egy sikersztori ez most a mi szemünkbe. És a helyszínekben segítettetek Attilának? Tehát, hogy mondtátok neki, hogy várjál, mi mutatunk neked itt olyan titkos kis zugokat, amiket szerintem még turista se fedezett fel. Persze, Atta volt a kísérő, meg a helyszínkereső, a gitáros, ugye a csapatban, és ő rengeteget kinézett csomóféle helyszínt, hogy hol lehetne forgatni, mert mik azok a jellegzetességek mondjuk a mi hazánkba, ami tényleg arra való, hogy azt mutassuk meg felvételen. De azt nyugodtan mondhatom, hogy négyzetre emeltétek ezt a klipforgatást, mert ugye azt szokták mondani, hogy csak gyerekkel és állattal ne dolgozzon az ember filmben, meg klipben, mert ez a legbonyolultabb. Na hát a ti klipjetekben van gyermek is, és van 2 farkas a végén, ha jól láttam. Így van, az egy... Amúgy nem farkas igaziból, hanem csehszlovák farkas kutya, de Magyarországról szállították egészen el Székelyföldre, és azt hiszem, hogy a nagy filmekben is ugyanilyen farkas kutyák szoktak szerepelni, ez az, amelyik a legjobban hasonlít. Most nem tudom, hogy direkt erre vannak-e tenyészve vagy sem, úgyhogy nem akarok hülyeséget mondani, de mindenképp Idomára jöttek, utaztak több száz kilométert, és ott kinn a hegyekben futkoráztatták őket. És vissza is találtak, tehát hogy... Reméljük, állítólag megvannak. Ha valaki a klipet néz és hallgatja hozzá a dalt, akkor tényleg az ugrik be neki, hogy nagyon sok helyen gondolhatja tovább a történetet, vagy indulhat el a saját útján, hogy mi lehet ott a kapuban, mik lehetnek a farkasok, mik lehet a kislány. Ti szeretitek ezeket a történeteket, amiket így tovább gondolhat a néző, és nem adtok konkrét válaszokat neki? Hát mindig fontos klip szempontjából, eddig mindig többnyire Norbi volt a klipeknek az ötletelője, meg a rendező, mindig fontos volt számunkra, hogy ne feltétlen legyen egy konkrét megfogni valója a klipnek, úgy, hogy a daloknak se feltétlenül, hanem legyen egy olyan, ami egyszer Kis Tibi mondta, jó, hogy egy dal az inkább egy busz megálló, ahol az ember eldönti, hogy hova akar menni, és ez a klipekre is igaz szerintem a mi esetünkben. És a dalokra is, tehát tényleg ugyanúgy minden egyes dalt és klipet úgy szerettünk írni, hogy ugyan nekünk van egy mondani valunk vele, de mindenki had kicsit alakítsa a maga lelkéhez, és lásson bele bármit, amit éppen szeretne. Ha jól tudom, most egy picit távolodjunk el a kliptől, akkor nemrégiben otthon is játszottatok és adhattok egy koncertet. Nagyon más hangulata van ott fölmenni a színpadra? Tehát, hogy van benne egyfajta ilyen lazaság, hogy 3 sarokra vagyok most idézőjelesen otthonról, és
Amúgy egy sarokra voltunk otthontól. Elnézést a tévedésre. Nem, tényleg, hogy egy sarokra vagy otthonról? Egyetlen egy nagy-nagy különbség van, ami tényleg különbség, hogy tényleg ismerjük mondjuk a színpad előtt álló embereknek a felét, tehát tényleg az van, hogy ott van, nem tudom, a pékségben áruló néni, a szomszéd néni, a szomszéd bácsi, és az fura kiállni eléjük, és nekik előadni ugyanazt a műsort, de hál' Istennek remekül sikerült, nagyon-nagyon meg volt elégedve mindenki, és mi is. Ilyenkor egyébként van. Ugyanaz a műsor, vagy azért másképp állítjátok össze a számok sorrendjét, vagy a számokat, ha otthon játszottuk? Itt voltak azért ingyenségek benne, amit direkt az otthoni közönségnek vittünk, de mindig azt tartottuk szem előtt, azt is szeretjük, hogy az év elején, hogyha megcsinálunk el repit, akkor az nagyjából egy pár hónap után kiforr annyira, hogy mi is annyira rutinosak tudunk lenni a színpadon, hogy tudunk arra figyelni, hogy hogyan adjuk át a dalt, és nem arra, hogy most akkor melyik dal után mi is jön, és hogy is kell, tehát szeretném mindenképp egy ilyen show-szerűre emelni a koncerteket. Nagyon köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok nektek, és az egész zenekarnak. Viszont kívánjuk. Köszönjük.